Makó város önkormányzata a belváros mellett fontosnak tartja a különböző városrészek fejlődését is. Az utóbbi időben számos beruházás valósult meg Újvároson, többek között újjászületett az összes egészségügyi intézmény. Nagy hangsúlyt fektetnek arra is, hogy az iskolák, óvodák és bölcsödék javára pályázati forrásokat nyerjenek. Itt Újvároson egy 400 millió forintos beruházás indulhatott el óvodafejlesztés tekintetében. Itt a református, az országos református egyházközösségnek volt lehetősége egy országos óvodaprogramon keresztül pályázatot nyújtani Makóvárosa részére is, amelyre az Újvárosi Református Egyházközösség pályázott, és nagy örömünkre nyertes pályázóként indíthatja el ezt a beruházást. A bölcsődei programra vonatkozóan a mostani ideiglenes óvoda helyszínén egy 24 férőhelyes új bölcsöde épület kialakítására kerülhet sor. A polgármester hozzátette, ezzel megkönnyítik a szülők munkába állását, és 5 új munkahelyet is teremtenek. Ennek költsége 270 millió forint, amely teljes egészében topos pályázatból származik. A munkálatokat azonban csak az óvoda befejezése után kezdhetik meg, az ehhez kapcsolódó felújítás már zajlik. 5 csoportban fogunk tovább működni, de nekünk most nincsen külön felnőtteknek infrastruktúra, tehát nincs felnőtt öltöző, a mosdók kicsik, tehát a csoportszobák is át lesznek helyezve, illetve fejlesztőszobánk lesz, tornaszobánk lesz, aztán a sószoba és az ehhez kapcsolódó, tehát ami egy óvodai nevelésnél elengedhetetlen helyiségek és felszerelések, azok is mind meg fognak valósulni. Az igazgató elmondta, az óvodai beruházás 50 millió forintos önerőt is magában foglal. Kotormán István református lelkész örömét fejezte ki a lehetőségekkel kapcsolatban. Hálás vagyok a mindenható Istennek azért a kormányprogramért, azért a családpolitikáért, aminek köszönhetően most nem intézményeket kell bezárni, megszüntetni, összevonni, hanem Isten kegyelméből új intézményeket indíthatunk és bővíthetünk. Mágori András József települési képviselő hangsúlyozta, jó helyre érkeznek a pályázati összegek. Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek. A kettes körzet képviselőjeként ez egy felemelő dolog, hogy itt a legkisebbekre végre kis pénz fog jutni, hogyha jól számolok, több mint 1,5 milliárd forint a két megvalósult beruházásban. A Fidesz kormánynak és a Fideszes önkormányzatnak is első számú feladata ez, és mi mindenben meg is akarunk ennek felelni. Egy ilyen nagyszerű református egyházközség és egy ilyen nagyszerű iskola, hogy itt van ebben a körzetben, ez egy kiemelkedő dolog. A projektek lezárulta után fél éves kortól egészen 14 éves korig egy intézményben egy pedagógiai szemlélettel fogják tudni nevelni és oktatni az ide beiratkozó gyermekeket.